A nemzet kenyerének alapanyagát tavaly több száz helyről gyűjtötték össze, a búzát Mohácson őrölték meg. Az új liszt egy részéből készült a nemzet kenyere, valamint több ezer cipó, amit jótékonysági célokra ajánlottak fel. A megmaradt lisztből minden adományozó településre visszakerült néhány kilogramm. Ebből tavaly az entai gazdakör cipókat sütött és a Kéz a kézben alapítvánnyal közösen osztotta szét. Az ente napján kint voltunk a Tiszaparton, egy sátorban, ők is, mi is, és a több részen, ahol ugye adományokat gyűjtöttünk szintén össze a kiskenyér által, aki elvett. Hát így szimbolikus 50 dinárt, ki kevesebbet, ki többet, ki hogy gondolta, és adott, amiből az összeg összejött, annak az összegnek ugye az átadása szintén a Kéz a kézben sérült gyerekek javára történt. Tavaly 46-7 ezer dinár, nem tudom pontosan, jött össze, amit átadtunk nekik, és azt ők az ő javukra fordították az összeget. Aki szeretne részt venni az akcióban, az július 25-ig juttathatja el búzáját az entai gazdakörbe.